A helyhatósági választások után egy sor vidéki nagyváros és budapesti kerületek is, vagy kerületeket elveszített a Fidesz, aminek nyomán az önkormányzatok felügyelhetik a kerületi tévéket és kerületi lapok működését. Én ezt az erőforrást ilyen kihasználatlannak érzem az ellenzék részéről. Miért nincsenek ezek jelen hangsúlyosabban szerinted a médiapiacon, mint szolgáltatók? Teljesen észrevéthetetlenek. Ha nagyon megerőltetem magam, akkor rátalálok mondjuk a TV13-ra, az UTV-re, vagy a Szegedi TV műsoraira, de a tartalomtól nem vagyok nagyon lenyűgözve. Úgy tűnik, mintha nem tudom, hogy megint itt pénzhiányról beszélünk, vagy koordináció hiánya, mi lehet itt a miért nem használják ezt? Hát ugye azért őszintén szóval én az ellenzéki pártok döntő többségének a kommunikációjáról, vagy a sajtóhoz fűződő viszonyától sem, hogy finoman szóval elájulva. Tehát körében is nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy ha megszereztek valamilyen kis hatalmi pontot, legyen az egy kerület, egy kis település, vagy bármi, akkor ott neki kell uralni mindent. És már a úgymond ellenzéki koalíción belüli ellentétek is kijönnek, hogy mondjuk a megnyert helyhatósági választás után mondjuk a polgármester hozott egy embert, aki mondjuk megcsinálta a helyi televíziót, csinálta jó, rosszul valahogy, de közben a polgármesternél erősebb másik párt az ezt az embert fúrja, hogy a sajátját tehesse oda, tehát hogy ezek ilyen nagyon kis pitiáner és rettenetesen nem a minőséget jelentő ügyek. Szóval ezzel is persze igaz, hogy kevés a pénz, kevés a szakember, nagyon sokan elhagyták egyébként a pályát, mert nem volt mozgásterük, nem volt hova menni, és tök más csinálnak. De ezzel együtt én úgy nem feltétlenül az önkormányzati sajtótól várnék csodát, mert azért valahol érthető is egy önkormányzati lap, nem azt mondom, hogy jó, de most a realitásokból kiindulva érthető, hogy egy önkormányzati lap, amely mégiscsak kötődik egy polgármesterről, vagy egy képviselőtestületi többséghez, az nem lesz elfogulatlan. Tehát nagyon szép világ lenne, ha az lenne, de nem lesz az, úgyse lesz az. Tehát én nem is onnan várnám a csodát. Most nyilván, ha nagyon naivak lennénk, akkor azt mondanánk, hogy így hát a közszolgálati médiának kellene mégiscsak valamennyire képviselni, nem is a teljes objektivitás, de valami fajta józanságot. Ugye ez most ma Magyarországon egy teljes science fiction. Tehát maradnak igazából ezek a kis szigetek, mint amilyen a magyar hang is egy ilyen sziget. Vannak kisebbek, van egy-két nagyobb, de nem vagyunk sokan. És érzed azt, hogy bár tök jó közösség formáló erővel tud bírni egy ilyen lap, egy ilyen szerkesztőség, és egy ilyen kis csoda, hogy heti szinten mondjuk el tudod adni 12 ezer példányban a lapot, ami Magyarországon sok, meg naponta 40-50 ezeren rákattintanak a hírportálodra. De hát ez megint csak egy buborék. Tehát, és mindenki ebben a kisebb vagy nagyobb buborékban van benne. Ezek a buborékok egyébként ilyen halmazokat képezve át is nyúlnak ugye egymásba. De megint csak ugyanarra a közönségre lövünk, ami a 10 milliós lakossághoz képest egy szűk kör. Tehát nagyon jól hangzik az, hogy mondjuk a független vagy kritikus hangvételű hírportálok némelyikének mondjuk napi 7-800 ezeres vagy 1 milliós látogatottsága van, meg a másodiknak is van, nem tudom, 700 ezer, de az nem adódik össze, meg nem adódik hozzá feltétlenül a mi újságolvasó táborunk, azért nagyjából ugyanaz a halmaz, arról nem beszél, hogy abban az 1 millióban mennyi az, amelyik politikát vagy közéletet fogyaszt, és mennyi az, amelyik bulvárt, vagy csak egész egyszerűen véletlen oda tévedt valamelyik megosztó oldalról, vagy a Facebookról. Tehát ugye arra nincs statisztikánk, hogy mennyi a valóban tudatos olvasó. És nekünk a kezdetektől az egyik legfőbb célunk az, hogy eljussunk a vidéki nyilvánossághoz, vagy a vidéki potenciális olvasótáborhoz. Rengeteget járunk vidékre, és nagyon sok cikkünk jelent meg az ilyen kis helyi visszásságoktól, a kis királyoktól, hogyan nyúlja le a pénzt, hogyan szorítja a háttérbe a riválisait, stb. Stb. És egyszerűen nem tudunk oda eljutni, meg mások sem, hogy ez az ottani potenciális nyilvánosság úgymond erre nyitottá váljon, és elkezdje ezzel foglalkozni, vagy megértse azt, hogy azért kell támogassa valamely számára szimpatikus sajtóterméket, hogy legyen
legyen fóruma még annak, ahol ezek a visszásságok a felszíre jöhetnek, és talán valamifajta következménye lehet ezeknek, vagy legalábbis a remény nem szabad elveszíteni, hogy valamifajta következménye lehet még ezeknek a törvénytelenségeknek. Csak ez nagyon nehéz. Tehát a mi olvasótáborunk is döntően mondjuk a budai polgári kerületekből adódik össze, a második, harmadik, első, tizenegyedik kerület, illetve hát a vidéki nagyvárosok, mondjuk Szegedet, meg Miskolcot, valamennyire Debrecen nem számít, a döntően dunántúli nagyobb acska települések, tehát Pécs, Győr, Szombathely, Fehérvár, Sopron, tehát ilyen helyeken olvasnak ugye még az emberek újságot, de ez óhatatlanul valamennyire egy ilyen értelmiségi, vagy egy ilyen elitebb műfaj. És ezzel nem tudsz mit kezdeni, mert az eszközeid ugye egyszerűen végesek, vagy szerények. Tehát, amit feltettél kérdést, az abszolút jogos, de közben borzasztóan nehéz. Tehát ha belegondolunk abba, hogy a Kisalföld című megyei napilapnak a példányszáma egyetlen egy megyében mindig a duplája, mint az országosan megjelenő legnagyobb kritikusnak tekinthető napilapja a Népszaváé, tehát itt ugye a közel 40 ezer áll szemben a közel 20 ezerrel, tehát összeadod a megyei napilapoknak a napi példányszámát, azért meghaladja a 200 ezeret. Tehát olyan eszköz van a kezükben, mint hogyha lenne egy 200 ezeres példány, 250 ezeres példányszámú napilapod, ami ugye elképzelhetetlen, hiszen mondom, még egyszer a Népszava 20 ezer körül van kis jó indulattal. Tehát, hogy ezekkel az eszközökkel harcolni borzasztóan nehéz. Nyilván úgy lehetne, ha a magyarországi oligarchák, arisztokraták, kit hogy hívunk, tehát a gazdasági elitünk valamennyire méltóztatna leválni a hatalmon lévőknek a hátsó feléről, és nem úgy gondolkodni, hogy minden egyes fillérrel, amit a NER majd esetleg lepotja neki, azért ő le is hajol. Esetleg vállalkozna arra, hogy ő elkezd egyfajta ilyen építkezést, hogy nyilván nincs teljes önzetlenség, nincs, tehát nem vagyok naív, tudom, hogy nincs olyan, hogy teljes érdek nélküliség, de mégis valamifajta kis apró pénz, mert itt az őszintjükön apró pénzekről beszélünk, elkezdene befektetni abba, hogy valamifajta normális vidéki nyilvánosság, civil hálózat és egyéb ki tudjon épülni és létezni is tudjon, az biztos, hogy segítene. De ennek ugye most nyomát nem látjuk. Tehát amikor elindultunk, ugye a magyar nemzet megszüntetése után, azért bíztunk abban, hogy lesznek olyan befolyásos gazdag emberek, olyan nagy cégek, amelyek majd valahogy beállnak. Hát olyan értelme mögénk, hogy mondjuk hirdetnek, vagy bármi egyéb, tehát nem könnyű adományt váltunk, de nincs. 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 És ebben egyébként a nyugat-európai érdekeltség épp úgy cinkosai a hatalomnak. Tehát, hogy a nagy német autógyárak, a telekommunikációs cégek, vagy a francia cégek, vagy bármely más nagy nyugat-európai országnak az épteni érdekeltségei épp úgy cinkosai hatalomnak, és nem kockáztatják meg azt, hogy ezeket a kis médiaszigeteket, a szabadságnak a kis szigeteit bármi módon támogassák. Hangsúlyozom, senki nem könyöradományt kér, hanem pusztán azt, hogy tisztán, átláthatóan piaci viszonyok között mondjuk hirdessenek. Ezt nem teszik meg.